Ezeknek a kiskutyáknak életük eddigi egyetlen szerencséje, hogy voltak olyan emberek, állatbarátok, akik nem hagyták magukra őket. Így kaptak egy esélyt egy jobb életre, egy esélyt arra, hogy ők is családban házi kedvencként nőhessenek fel. Ezek a csöpségek, és még sokan mások, az Állatbarát Alapítvány Csatorna utcai telephelyén várják örökbefogadóikat. Az otthon lakóival a szervezet honlapján is megismerkedhetnek a leendő gazdik, hiszen minden bekerült kutya és macska fényképpel, rövid leírással együtt a weboldalukon is látható. Nagyon nagy a túlzsúfoltság, 180 kutyánk van 130 férőhelyre, és 70 cicánk van 35 férőhelyre, tehát gyakorlatilag macskáknál dupla létszámmal működünk, és hát ugye a kutyusok is nagyon sokan vannak. Az elmúlt hetekben rengeteg kölyök került be hozzánk, az elmúlt két hétben körülbelül 50-55 kiskutyával kellett szembesülnünk, úgymond. Vagy a kapunkban rakták le őket, vagy pedig állatbarátok találták meg őket, általában út mellett, mezőkön összebújva fagyoskodtak. Volt olyan kutyus, akit az árokparttól mentettek, illetve olyan csapat is volt, olyan család, akik úgy kerültek be hozzánk, hogy egy állatbarát jelezte, hogy sírást hall egy kanális partjáról. Őket a nád fogta meg, ez volt az egyetlen szerencséjük. Nemes egyszerűséggel behajították őket a csatornába, vagy beakarták egy összekötözött zsákban. És ugye őket onnan mentettük ki. Szerencsére egyre több ember gondolja úgy, hogy elárvult állatot vesz magához, és az örökbefogadás mellett dönt. A kutyák oltva, féreghajtva, csippelve kerülnek új otthonukba, a felnőtt kutyákat pedig ivartalanítják. Az Állatbarát Alapítvány munkatársai kampányaik során is az ivartalanításra és a felelősségteljes állattartásra hívják fel a lakosság figyelmét, valamint hangsúlyozzák, hogy csak azok fogadjanak magukhoz állatot, akik tájékozódtak a kutya vagy cica igényeiről, tulajdonságairól, szükségleteiről, és az állat élete végéig biztosítani tudják számára ezeket a feltételeket.